amiket terveztünk, fejlesztéseket, beruházásokat, meg tudtuk valósítani. 5 testületi ülést tartottunk. A tényeknek hát nem egészen pontos interpretáció. Sokszor jönnek olyan plusz feladatok. Nagyon kell, hogy gondoljuk, hogy hogyan tovább. Jó gazdálkodás alapján tudtuk elérni. Ez egy központi téma. Kíváncsiak vagyunk rá, hogy áll a város budakeszi két legjelentősebb projektje, a művelődési ház, illetve az iskolaépítés. Mire pályázik a közeljövőben budakeszi, új telephelyre költözik a BVV, hová, milyen számon lehet elérni őket? A kérdésekre a polgármester válaszol. Polgármester asszony, javaslom, hogy kezdjük a művelődési házzal, bár ugyanolyan fontos az iskolaépítés ügye is. Ezek rendkívül fontos kérdések, mind a művelődési ház, mind az iskolaépítés, de akár az egészségügyet is említhetnénk, amely nagyon sokakat érint. Hogyan lehet ezeket a nagyon komoly területeket egységesen kezelni, de mégis külön részterületekre bontva is? Mert hogy összefüggnek egymással a dolgok, de mindegyik azért máshogy valósul meg. Az önkormányzatnak feladata, hogy nagyon sok lakossági igényt kielégítsen. Nagyon fontos foglalkozni az egészségüggyel is, hiszen a budakeszin az orvosi rendelő olyan állapotban van, ami méltatlan. A jelenlegi körülmények között mindenképpen új orvosi rendelőt szeretne az önkormányzat építeni, és amellett az oktatásban is a jelenlegi infrastruktúrális helyzet, a Széchenyi István Általános Iskolának a forfa épülete és az ottani körülmények sem megfelelőek. Tehát az önkormányzatnak célja az, hogy ezeket az igényeket kielégítse, és nem egymással szembe kerüljenek ezek az elvárások, hanem egymás mellett szépen megoldhatóak legyenek. A művelődési központ, városközpont beruházás egy pénzügyi modell alapján valósul meg, ami nem az önkormányzati költségvetésből, hanem egy külön forrásból kerülne megvalósításra, és egy saját magát kitermelő gazdasági üzleti vállalkozásként állna meg a saját lábán. Ez a tervünk, az ezzel kapcsolatos gazdasági modell elkészült, tehát az előkészítő szakasznak ilyen szempontból vége van, most már megindul a tervezés, szeretnénk, hogyha az önkormányzat a tervezési közbeszerzési eljárás során kiválasztaná azt a tervező csapatot, akivel aztán a későbbiekben majd tud dolgozni, és elindulnánk a pénzügyi források irányába is. Az nagyon fontos mindig elmondani, hogy ennek a nagy beruházásnak az engedélyezése azért a kormány kezében van, tehát ahhoz, hogy az önkormányzat bevonjon ebbe egyéb pénzügyi forrásokat, tehát adott esetben hitelt vegyen fel, ez kormányengedély szükséges, itt szigorúan természetesen beruházási hitelről beszélünk, és amellett, hogy a plázastopot, tehát az üzleti rész is megvalósuljon, ahhoz a plázastop alól is felmentést kell kérni az önkormányzatnak, ami aztán szintén majd egy kormányengedély, tehát a kormánytól függ. A plázastop azt jelenti, hogy Magyarországon most 300 négyzetméter alatti üzlethelyiséggel rendelkező üzlet megnyitása lehetséges, csak az ennél nagyobb üzletek megnyitása a kormányengedély szükséges. Az iskolaépítés pedig egy állami beruházásként kezdődik meg. Az önkormányzat biztosította a kerekmezőn az ehhez szükséges területet, és emellett eddig még bruttó 100 millió forintot is elkülönítettünk arra, hogy a közművesítés, a telekalakítás, a tűzivízzel kapcsolatos feladatok és egyéb infrastruktúrális dolgokat kialakításra kerülhessenek. Úgy tűnik, hogy az állam által biztosított bruttó 1,3 milliárd forint, amiből 10 tanterem plusz 5 kiegészítő szaktanterem fér bele, az a jövőbeli igényeket nem biztos, hogy ki fogja elégíteni. Nagyon szerencsés, hogy nagyon sok kis gyerek van Budakeszin, és emiatt a képviselőtestület egy olyan módosítást kezdeményezett a NSK felé, hogy még egy plusz tantermet, illetve az ehhez szükséges kiegészítő helységeket, tehát nagyobb tornatermet, plusz öltözőket és egyéb a bővítés lehetőségét megteremtő kiegészítéseket a jövő évi költségvetés terhére beterveztük, ez is bruttó 233 millió forint. Amellett, hogy megírtunk egy levelet a Magyarország kormányának, amiben pedig azt kérjük, hogy a 16 tantermes iskola megépítéséhez biztosítsa a szükséges forrásokat. Az nem tudjuk, hogy ez tudja-e a kormány biztosítani, de az biztos, hogy az önkormányzat a 11 tanterem plusz 5 kiegészítő szaktanterem megépítésével
kiegészítését, a bővítéshez szükséges nagyobb tornateremmel és kiegészítő helységekkel biztosítani fogja. Tehát ha nem is egy lépésként, hanem fokozatosan, ütemesen azért a 16 tantermes iskola megvalósítható lesz Budakeszin. Tehát magyarán azokat a lakossági aggodalmakat el tudja osztani polgármester asszony, akik attól félnek, hogy ha egyszerre valósulnak meg ezek az elképzelések, művelődési ház, új iskolaépület, egészségügy rendbetétele, tehát nem úgy van, hogy az egyik, kiveszünk a pénzt, az egyikre áldozunk, akkor az a másiktól vonódik el, mert hogy más-más források, más gazdasági modellekből jön a támogatás ezekre. Igen, igen, az üzlet, vagyis a városközpont és üzletközpont vonatkozásában körülbelül 3-4 éve tart ez az előkészítő munka. Az önkormányzat ezt mindig is azt gondolta, hogy miután erre nincsen pályázati, kormányzati forrás, hogy ezt egy üzleti modellként az önkormányzat költségvetésétől függetlenül valósítja meg. A másik, ezt a bruttó 1,3 milliárdot pedig a kormányzattól kaptuk, amivel tulajdonképpen tervezni nem lehetett, azt el kell, hogy mondjam, tehát amikor megkaptuk az értesítő levelet, akkor tudtuk csak a magunk részéről a költségvetésbe betervezni a mi általunk vállalt összegeket, de ez a bruttó 1,3 milliárd forint, ez másik költségvetésből, az állami költségvetésből kerül majd finanszírozásra. Külön-külön egy-egy kérdés ezekhez a projektekhez. A művelődési ház, nem is tudom mi a helyes kifejezés, felépítéséhez vagy átépítéséhez szükséges anyagi forrás megszerzése érdekében jótékonysági batyubált rendez a város most szombaton. De úgy tudom, hogy már a bál előtt valamilyen összeg befolyt az önkormányzathoz. Miután ez egy 2 milliárd forintos beruházás lesz, ezért nyilvánvalóan egy ilyen bál csak egy figyelemfelhívó, közösségépítő, összetartozást erősítő rendezvény lehet, és ez is természetesen ezzel a célunk. Amellett valóban így van, hogy még csak szombaton lesz a bál, de már 1 millió forint támogatási összeg jött össze, amit ezúton is köszönöm Budakeszi lakosságának, hiszen ez is egy jelzés, hogy milyen fontos ez a beruházás a lakosságnak. És egyébként a bál is fontos, mert ahogy látjuk a programot, nagyon igényesen állították össze, neves művészek lépnek fel ezen a bálon, úgyhogy kulturális rendezvényként is remek. Az iskola projekt kapcsán pedig egyértelműen eldőlt már, hogy ez a Széchenyi István iskolának, általános iskolának lesz a tagiskolája, hogy így fogalmazzak, vagy egy különálló épület lesz, mert hogy van, aki azt szeretné, hogy egy új intézmény legyen, korábbi elképzelések szerint a SZIA alá tartozik mind a kettő. Ez egy olyan szakmai oktatáspolitikai kérdés, ami jelen pillanatban nem az önkormányzatok hatáskörébe tartozik. Az önkormányzat az infrastruktúrával, az épülettel, az üzemeltetéssel foglalkozhat, de azt, hogy oktatási szakmai szempontból mi a legcélszerűbb a településnek, azt mi esetleg javasolhatjuk, vagy lehet erről véleményünk, de ezt a klik készíti elő, és az oktatási minisztérium fogja majd jóvá hagyni. Tehát mi most egyelőre egyeztetünk, vannak szülői vélemények, szakmai vélemények, a helyi pedagógusoknak is van ezzel kapcsolatosan egy álláspontja. Pontosan ezért ezen a hétfőn tartottunk egy olyan fórumot, ahol az érintettek és az érintett csoportok képviselői el tudták mondani az ezzel kapcsolatos javaslataikat. Egyáltalán milyen iskolát is szeretnének Budakeszin. Nekem persze azóta elsősorban a célom, hogy Budakeszi egész vonatkozásában az oktatás színvonalának az emelése érdekében tegyünk meg mindent, úgyhogy az összes oktatással foglalkozó intézményvezető is jelen volt ezen a fórumon, és nagyon sok olyan jelzést kaphattak, ami a további szakmai munkájukat segítheti. Tehát lényeg az, hogy ez az álláspont, ez kristályosodik, a végső szakmai döntést pedig majd a minisztérium fogja meghozni. Én bízom abban, hogy szakmailag a legjobb döntés fog megszületni, ami a helyi gyerekeknek az érdekeit fogja szolgálni. Természetesen egy település életében nem csak ezek a giga-mega beruházások jellemzők, hanem apróbb és fontos, ugyanolyan fontos beruházások, felújítások is. Mint például?
régi ígérete az önkormányzatnak az, hogy a József Attila hátsó szakaszát megépíti, illetve a Nagy Sándor József utcával is kezd valamit. Nagy Sándor József utca az egyik legrégebbi belterületi utca, tényleg nagyon rossz állapotban van, az önkormányzat toldozza, foldozza, de hát a végső megoldás csak az útépítés hozhatja, úgyhogy most a két torkolati részben tudja az önkormányzat megépíteni az utat a Nagy Sándor József utca vonatkozásában. Középen pincék helyezkednek el, amiknek a kiváltására még nincs meg a megfelelő megoldás sem a pénzösszeg. Azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzeten az is sokat fog javítani, hogy ezt a két szakaszt az önkormányzat megépíti. Az a tervünk, hogy mind a két útépítésre az idei év során sor kerül, a közbeszerzési eljárást kiírtuk. Emellett a közvilágításra is elkülönítettünk a költségvetésben évi 15 millió forintot. Ennek részeként a Tiffenvég utca és a Megyei utca közvilágítása érdekében tettük meg a szükséges lépéseket. Az önkormányzati közvilágítási fejlesztések mellett az elmű is fejlesz Budakeszi területén, körülbelül 60 millió forint értékben, aminek természetesen nagyon örülünk. Fontos elmondani, hogy egy energetikai pályázaton is indultunk. Ez egy 250 milliós energetikai pályázat, nyílászáró korszerűsítésre és szigetelésre vonatkozik elsősorban. A Széchenyi István általános iskola régi épületével, a tornateremmel, illetve a Pittybank sportóvodával pályázunk erre az energetikai pályázatra. Mondhatni, a pályázatok idejét éljük, legalábbis most kiírásra kerültek pályázatok. Mire pályázik, mire pályázhat Budakeszi? Elindított pályázatok már ezek, vagy még beadandó pályázatok? Képviselőtestület döntött ezeknek a pályázatoknak az elindításáról. Szeretnénk, hogyha a Mosolyvár bölcsödénk, ami ütemezve került megtervezésre és megépítésre, további 4 csoportszobával bővülhetne. Erre pályázunk. A régi bölcsödénknél szükséges felújítási munkálatok elvégzésére is szeretnénk benyújtani egy pályázatot. Amellett van egy olyan közlekedéssel kapcsolatos VECOP pályázat, ami lehetővé teszi, amennyiben megnyerjük, hogy ne saját forrásból, hanem pályázati forrásból építsünk új buszmegálló párokat Budakeszin. Ez az új iskolához is szükséges lenne, hiszen ott egy zebrát kell építeni, majd új buszmegállókat, tehát ott a közlekedési helyzet rendezését. Ez a 222-es busz érint. Igen. A temetőnél is szeretnénk egy új buszmegálló párt építeni, elkészültek már a tervek, a kivitelezésre szeretnénk ezt a pénzt megkapni. Amellett bicikli utakról is szó lenne, tehát sok a főutcai gyalogátkelő helyeknek a megvilágítása, a közlekedés biztonsága szempontjából is fontos pályázat lehetne ez. Itt 120 millió forintra pályázik az önkormányzat, hát bízunk benne, hogy nyerünk, de ezek nagyon fontos célok, és ezekkel a pályázatokkal is egyéb új forrásokat tud az önkormányzat bevonni. Tehát az önkormányzat költségvetése idejében ilyen 470 millió forint körüli fejlesztési keretet tartalmazott, ami a saját költségünk, de amennyiben ezeken a pályázatokon adott esetben nyerünk, akkor ezek a pályázati pénzek a budakeszi fejlesztésére fordítandó összegeket nagy mértékben tovább növelhetik. Hogy egy város mennyire szerethető, az abból mérhető le leginkább, hogy a helyi polgárok hogyan érzik magukat ott. Ehhez pedig a civil szervezetek tevékenysége, munkája elengedhetetlen. Az önkormányzat támogatja a helyi civileket is. Igen, rendszeresen minden évben kiírunk pályázatot. 2,5 millió forint össztámogatási költséget fordít erre az önkormányzat költségvetése. Április 30-a benyújtási határidő, úgyhogy ezúton is szeretném kérni a civil szervezeteket, hogy amennyiben ilyen támogatásra igényt tartanak, akkor ezt a határidőt tartsák be. A civilséggel összefüggő az az információ is, hogy április végén közös szemétszedésre invitálják a város lakóit. Igen, hát ez is egy hagyományos programunk. Április 28-án csütörtökön egész nap Teszed mozgalomhoz csatlakozik Budakeszi. Ez egy országos szemétszedési akció. Takarítsunk együtt, gyűjtsük össze a szemetet, hulladékot, ami mindenféle önkormányzati takarítás ellenére azért
összegyűlik, úgyhogy aki tud, szeretettel várjuk, a BVVKFT-t lehet hívni ebben az ügyben, és akkor biztosítunk zsákot, kesztyűt, és hát kérjük a segítséget a lakosságnak. A BVVKFT-t, hogyha már megemlítette, hozzájuk tartozó információ, hogy új telephelyre költözik a BVV, egészen pontosan hova, és hol lehet érdeklődni, és hol lehet telefonon érdeklődni, marad-e a régi elérhetőségük? Természetesen a telefonszámok, e-mail címek, minden egyéb ilyen, az megmarad, tehát ugyanazokon a számokon lehet őket elérni. Új helyre költöznek Budakeszin, az Akácfa utca 18-ba, tehát hétfőtől indul a félfogadás, ami a megszokott rendben fog folytatódni. Ezzel a lépéssel a BVV telephelye, ami jelen pillanatban a Kossuth Lajos utcában van, tulajdonképpen Budakeszi szívében, és most jelen pillanatban ezért egy raktár rész volt, és a BVV-hez tartozó erőgépeknek, meg a munkagépeknek a parkolóhelye, ez most megszűnik, és hát a jövőben lehetőség lesz arra, hogy ott egy szép, odaillő környezetet alakítson ki az önkormányzat. A képviselőtestület nem döntött még arról, hogy mi legyen ennek az ingatlannak a sorsa, de hát nyilvánvalóan valami olyasmire fog, olyan döntés fog születni, ami abban a környezetbe illeszkedik, és akkor az erőgépek, az anyagok és egyéb hát ehhez a városüzemeltető karbantartó munkához szükséges eszközök, azok pedig mind leköltöznek az Akácfa utca 18-ba. Tulajdonképpen a beszélgetésünket a Batyus Bállal indítottuk egy rendezvénnyel, de hát ez az időszak, ez amúgy is rendezvényekben bővelkedik. Pedig, hogyha a május 1-jére, majálisra gondolok, vagy éppen a közelgő gyermeknapra, és a pedagógus napot is lehetne még említeni, a győzelem napját, tehát bővelkedünk az eseményekben. Budakeszi hogy veszi ki a részét ezekből? Eddig nagyon népszerű programokat szerveztek. Bízom benne, hogy ez így lesz a jövőben is. Idén május 1-én is megszervezzük természetesen a városi majálist. 9:30-tól zenés felvonulás lesz az erdei focipályához, ahol májusvárt állítunk, 12. kerület és természetesen budakeszi néptánc csoportok fognak fellépni, és ami újdonság vagy új elem lesz a tavalyhoz képest, hogy a művelődési házban 19 óraig kezdett el a csíkszeredai Hargita néptánc együttes fog fellépni. Nagy szeretettel és tisztelettel várom budakeszi lakosságát, ők már egyszer voltak Budakeszin, nagyon sikeres rendezvényük volt. A apropóját egyébként ennek a fellépésnek az adja, hogy a csíkszeredai testvérvárosi delegáció akkor fog éppen ide látogatni Budakeszére, és elhozzák magukkal a Hargita néptánc együttest is. Emellett 16. május 28-án fogjuk megtartani, és már hagyományosan a budakeszi gyermeknapot. Lenn a Mamut fenyőknél kerül sor erre a hagyományos rendezvényre, ahol 10 óra 30 perctől a Kolompos együttes fogja várni a gyerekeket, úgyhogy feltétlenül gyertek el, vagy jöjjenek a gyerekek és a szülők, és hát bízom benne, hogy mind a két rendezvényen nagyon szép tavaszi idő lesz, mint hogy tavaly is az volt, és nem kell eső napot vagy egyáltalán elhalasztani a rendezvényeket, és hát bízom benne, hogy sok kedves budakeszi lakos eljön ezekre a rendezvényekre. Jelezte polgármester asszony, hogy a bevezetőben említett hétvégi Batyusbálról még mond egy-két információt. A Városközpont fejlesztésére városi bált szervez az önkormányzat és a művelődési központ közösen. Szombaton lesz a bál, és pár nappal a bál előtt már jelenthetem, hogy 1 millió forint felajánlás érkezett a cél megvalósítása érdekében. Természetesen ez a 2 milliárd forintos projekthez képest nem nagy összeg, de azért mégis azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon köszönjük budakeszi lakosságának, a szervezeteknek és a támogatóknak, hiszen ez apró 10-20 ezer forintos támogatásokból jött össze, és ez azt is jelzi, hogy ez a beruházás igenis nagyon fontos budakeszi lakossága számára is.